Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofon mögött, Nagy Battó Jonatán. Ez az Európai Visszhang Szanyi Tiborral, az ISZOM elnökével. Szervusz Tibor, köszönöm, hogy fogadod a hívásomat. Jó reggelt kívánok, és köszöntök minden létező hallgatót, sajnos nézőket most kevésbé, de akkor is nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki érdeklődik a témánk iránt. A mai adás pedig egy nemzetközi adás lesz, hiszen még én Németországban, addig te Spanyolországban vagy jelenleg, és hát emiatt nem láthatnak minket a kedves hallgatók. Kezdjük talán azzal, hogyha egy kicsit még inkább kibővítjük ezt a nemzetköziséget. Oroszország és Ukrajna. Ukrajna ugye betört Oroszország területére, Kurszk megyében. Mondhatnánk úgy is, hogy 81 év után ismét német tankok indítottak offenzívát Kurszkban. Érdekes megfigyelni a nemzetközi reakciót erre, ugye Nyugat-Európában leginkább támogató hangok jelentek meg, például az, hogy sok sikert kívánunk Ukrajnának, ugye ezt nyilatkozták a németek, és leginkább a nyugaton az jelent meg, hogy ez egy legitim támadás katonai és jogi értelemben is, hiszen Oroszország volt az első, aki megtámadta. Te hogyan értékeled ezt a támadást? Mit üzenhet ez a nyugati világnak, mit Oroszországnak és mit Ukrajnának? Kérlek szépen, én úgy tapasztalom, hogy létezik a hadijog, ami egy örökös hivatkozási alap, főleg azok felé, vagy azok számára, akik a különböző nemzetközi egyezményeket aláírogaták, de azért a gyakorlatban ez az égenföldön semmit nem jelent. Tehát egy háborút az összes, mondjuk így racionálisan bevethető eszközzel szoktak bízni. Azért mondom ezt, mert például az atomfegyverek bevetése az minden bizonnyal egy irracionális döntés lenne. Az atomfegyverek ugye közismerten elrettentés szolgálnak, és nem pedig valódi fegyvert jelentenek. Na de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy itt az ukrán fél igazából ez mindenféle ilyen összeesküvés elméletek voltak, hogy gázcsapokat akarnának elzárni, ami hát, bocsánat, azért hülyeség, mert azt megtehetnék a saját területükön is, ahhoz nem kell elfoglalni semmilyen pumpaállomást, vagy valami, vagy ilyen összekötő csővezetékek találkozási pontjait, mert az van egyébként ott a Kurszk és környékén. Kelet-nyugat és észak-déli vezetékek találkozása, gáz és olajvezetékek találkozása van, ez valóban egy fontos csomópont, de nem ez a lényeg a dolog, mert nem akarják őket elzárni. Mondom, hogy ha el akarnak zárni, azt akkor megtehetnék ukrán területen is. No, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy ez olyasmi, mint a háborúban szokott volt lenni, ez az úgynevezett kölcsönös túlszejtés. Tehát, hogy ők is akarnak valamilyen területet elfoglalni, ami aztán később a tárgyalásoknál esetleg szóba jöhet. És viszonylag könnyű dolguk van az ukránoknak, mert pont ez a terület volt az, ahol csak elméletben létezett front, a gyakorlatban nem volt ott sem ekkora orosz hadsereg, ilyen rendőrök, esetleg kisebb katonai egységek. Voltak meg összesen egy katonai támaszpont, egy ilyen légi támaszpont, azt ha minden igaz, akkor az ukránok elfoglalták. És ugye most az a lényeg a dolognak, hogy nyilván, hogy az oroszok nagyon akarnák, akkor ki tudják szorítani viszonylag hamar onnan az ukránokat, de cserébe viszont meg fognak gyengülni a front más szakaszain, és az ukránoknak ez a föltételezhető céljuk. Tehát ennek inkább taktikai, stratégiai céljai lennének, mint sem az, hogy most a magyar gázellátással bíbelődnének, fütyülnek ők arra. Tehát ők a saját háborújukat vívják, és nem a gáz meg az olaj környékén pörög az életük. Hogyha ekkörül pörögne, akkor már háború kezdetek óta elvágtak volna minden létező vezetéket, meg minden az égbe. Hát ez nem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a háborúban nyilván egyik oldal, másik oldal tud mindenféle baráti vagy ellenséges nyilatkozatokat tenni, de összességében a háború az én értelmezésemben semmiféleképpen nem lehet helyes dolog. Tehát ez a sok sikert, ez nekem egy kicsit húzós, de ezzel együtt belátom, hogy a honvédelemnek van értelme. Tehát csapataink harcban állnak, ahogy Nagy Imre is mondta, hát bár az pont nem volt igaz, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy sajnos a háború ilyen, ugyanakkor nyilván meg kell érteni az ukránokat, akik végül is így vagy úgy, de hát a saját országuk épségi, hát azért már kevésbé, de legalább sérthetetlenségért küzdenek.
Hogy látod, ez Európának, az Európai Uniónak mit üzenhet? Ugye lehet, hogy az ukránok ezzel azt akarják üzenni, hogy van értelme Ukrajnát anyagilag fegyverekkel támogatni, hiszen meggyengítik Oroszországot. Szerinted mit üzen ez a betörés az Európai Uniónak? Nézzenek, a katonai jelentősége valóban a nulla környékén van. Nem véletlen, hogy az oroszok nem is tartottak ott semmilyen komolyabb védelmi csapatokat. Ennek nyilvánvalóan taktikai, politikai, geostratégiai, és nem tudom, milyen idegen szavakat tudok mondani, hogy milyenek. Valóban ez egy propaganda akció, ebben igaza van az oroszoknak és ukránoknak is, egyik sem tagadja. Viszont arra kétségtelen jó, hogy újra odairányítsa a világ figyelmét, újra odairányítsa olyan értelemben a világ figyelmét, ahogy te is mondtad, hogy igen, érdemes támogatni, hiszen van esély még akár katonai sikerekre is, és hogy ezért érdemes Ukrajnát támogatni. Ez az Ukrajna fáradtságnak egyféle, hogy mondjam, fölélesztése, nem a fáradtság, inkább a leküzdése. Tehát én határozottan azt mondom, hogy az ukránoknak ez egy ügyes húzása volt. Remélhetőleg most katonai akció ide, katonai akció oda, azért emberéletben, hogy csak mérsékelten lesznek károk, vagy egyáltalán. Civil, pár néhány civil lakos sebesüléséről van szó, meg hát a katonai számokat most ne vegyük ide, mert ott mindegyik fél állandó azt mondja, hogy fölmorzsolt ezreket, meg százezreket. Nyilván vannak sérült vagy halott katonák is, de én azért hogy mondjam, fohászkodom, hogy ez a lehető legkevesebb legyen az államban, a lehető legkevesebb az konkrétan nulla, de hát ez már nem jön össze, mert sajnos vannak civil oldalon is áldozatok, meg katonai oldalon is, de úgy értem, hogy az ügy horderejéhez képest ez nem egy véres csata jelenleg egyelőre, és remélem nem is lesz az. Ami viszont egy véres csatának tűnik, legalábbis kulturális szinten az elmúlt hetek vagy napoknak az eseményei az olimpia kapcsán. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség már évek óta heves vitában áll, hogy a transznemű vagy férfi génekkel, illetve a magas tesztoszteron szinten rendelkező versenyzők indulhassanak-e az olimpián. A vita lényege az, hogy a biológiailag nőnek született, de kevert kromoszómákkal megáldott vagy megvert sportolók magas tesztoszteron szintje, kevert kromoszómái és más erőtulajdonságai jogosulatlan előnyöket kínálnak a versenyzőknek, veszélyeztetve az esélyegyenlőség és a fair play-nek a szabályait. Hogyan várhatjuk el a nőktől, hogy ringbe szálljanak ilyen ellenfelek ellen, ilyen feltételek mellett, hiszen láthattuk, hogy például ez az algériai születésű, vagy algériai nő, ez ugye kiütötte az olasz ellenfelét 46 másodperc alatt, úgy, hogy ugye eltört az olasz hölgynek az orra, Hámori Lucát is sajnos megverte, ott azért már sokkal szorosabb volt a verseny, azért Luca oda tette magát, és jól birkózott az algériai ellen. Te szerinted ez mit üzen az európai világnak, mit üzen az európai értékeknek? Kérlek szépen, ugye az európai értékek az az antik görög olimpia kultúrán, illetve a modernkori olimpia kultúrán alapulnak. Ez két különböző dolog, mert ezért a görög a olimpiákon nem vehettek részt nők, még nézőként sem. Nem utolsóban mesztelenül kellett küzdeni a sportolóknak egymás ellen, és ugye a nők ezt nyilván nem láthatták, ezért még olyan szabály is volt, hogy ha egy nő akár véletlenül kikukucskálta a mesztelen férfiak sportolását, vagy küzdelmét, akkor azt a nőt halálra is ítélhették. Tehát ilyen értelemben az a nők elől egy nagyon elzárt világ volt a klasszikus antik olimpia. A modern olimpia kifejezetten nyitott a nők felé, tehát szinte minden sportágban vannak női-férfi változatok, ami hát most ez lehet hülyeségeket beszélni, de alapvetően szemmel jól látható pár százezer vagy pár millió éve, hogy legalábbis a Homo sapiens esetében a férfi és a nő között jelentős fizikai különbségek vannak. De most ezeket a fizikai különbségeket, ezeket nyilvánvalóan a maga kategóriájába kell értelmezni.
Magyarul én azt mondom, hogy azok, akik bármilyen rendellenesség, és itt a rendellenességről van szó, tehát akármilyen rendellenességgel bíbelődnek, bajlódnak, stb., azok nem vehessenek részt gyakorlatilag úgy a maguk előnyére, a szabályokat kihasználva ezeken a versenyeken. Őszintén sajnálom ezeket az embereket, akik idézőben nőnek, születnek, de valójában az egész testfelépítésük férfiként üzemel. Léteznek ilyenek, tehát, de hát a sportokat azt nem rájuk találták ki. Ezt most azért is mondom, mert nagyon úgy tűnik, hogy a női ökölvívó döntőt azt a két megkérdőjelezett nőiességű sportoló fogja, tehát az algéri és a tájföldi, nem tudom, maradjunk abban, sportoló fogja játszani. Tehát én azt nem gondolom, hogy egy női döntőt azt két olyannak kéne játszani, akik szemmel láthatólag távol állnak a női, hogy mondjam, biológiai rendszerektől. Szóval magyarul én ezt annak vélem, hogy ez az egész woke, meg LMBTQ őrületek, ezek most csapnak vissza tulajdonképpen, tehát ez a lónak a pont a túlsó oldalára való zuhanás. Én nagyon híve vagyok az egyenlőségnek, de azért nem az eszetlen egyenlőségnek, és az egyenlőséget szerintem pont úgy lehet tartani, hogyha tiszteletben tartjuk a természetnek bizonyos törvényeit, és ahhoz mérten próbálunk igazodni, és nem pedig áterültetni minden. Nem véletlen, hogy az emberi megfontolás kérdése, mert néha jól tudom, a nemzetközi szövetségek, azok a ökölvívó szövetség, az kizárta ezeket a sportolókat, pont az általad is említett ismérvek okán. Az olimpia meg ebből a szempontból valamilyen mértékig befogadó volt, mert ők azt mondták, hogy nem baj, és hogy a másik járt el rosszul. Na most akárhonnan nézzük, itt ez véleményes dolog, itt emberi vélekedésekről van szó, és az emberi vélekedések azok nem feltétlenül közik a biológiai vagy természeti törvényeket. Magyarul én személy szerint azt gondolom, hogy ez kifejezetten káros és árt az olimpiai eszmének, ez az egész hercehurca. Abból a szempontból esetleg lehet jó, hogy azért még mindig megvan az az esély, hogy helyes következtetéseket vannak le a jövőre vonatkozóan, de az én személyes véleményem az mindenféleképpen az, hogy nem lehet ilyen trükköket csinálni, hogy biológiailag mondjuk így, hogy igazi abnormalitásokat mutató emberekről azt gondolni, hogy egy más ismerv miatt ők akkor majd egyenlőek. Hát abból a szempontból lehet, hogy egyenlőek, hogy mindenkinek női nemi szerve van, például ez egy egyenlőségi alap, de abból a szempontból már piszkosul nem egyenlőek, hogy eltérő a kromoszoma rendszerük, és ennél fogva eltérő a fizikai, antropológiai fölépítésük. Hát ismerjük a Dávid Góliát küzdelmével kapcsolatos kulturális hátteret. Itt gyakorlatilag arról van szó, hogy itt az emberi észnek kéne fölkerekedni az erőkultusz helyett, és meghozni a megfelelő döntéseket, a megfelelő döntés pedig az, hogy nő az, aki minden szempontból nő, és férfi az, aki minden szempontból férfi, ahol bármilyen oknál fogva keveredés volt, sajnálom, azoknak lehet még egy harmadik kategóriát kialakítani, ezt nem tudom, ebben nem vagyok, biztos, hogy ez ellen lennék, de az hétszentség, hogy a férfiak közé nem engednék nőket, és a nők közé nem engednék férfiakat, már a sport tekintetében, ahol a fizikai erőlét az kifejezetten számít. Az biztos, hogy ez az olimpia, ez a botrányoknak az olimpiája. Már a olimpiának a kezdete is egy botrány volt, még mielőtt ugye odaítélték Párizsnak ezt az olimpiát. Azelőtt ugye Budapest is esélyes volt arra, hogy itt rendezzék, azonban valószínűleg francia pénzből, ugye a Momentum, akkor még csak mozgalom volt, nem pált, meghiúsította azt, hogy itt Budapest legyen az olimpia, ezt követte az olimpiai megnyitó, ahol ugye hát az európai értékek, a normalitás, illetve a kereszténység megalázása, porbatiprása következett, aztán Párizsnak az állapota, tehát az, hogy ez a város nem készült fel az olimpia rendezésére, voltak áramkimaradások, közlekedési problémák, továbbá Szajnának az állapotáról is több kutatás, illetve hír is érkezett. Te hogy látod, ez az olimpia, ez a kudarcoknak, illetve a botrányoknak az olimpiája?
Nézd, hát Párizs ugye elég erős versenyző volt itt az olimpia megszerzésében. Ráadásul, ha jól tudom, akkor most harmadjára van Párizsban újkori olimpia, tehát majdnem azt mondom, hogy van innenek történelmi referencia, tehát nem egy vadi új helyszínről beszélünk. Hogy egy olimpiára egyébként soha senki nem szokott tudni fölkészülni. Ez az őszinte igazság. Belelőnek irgalmatlan pénzeket ilyen különböző presztízsügyekbe, ilyen például a Szajna megtisztítása, amire azt mondom, hogy a Szajna megtisztítása egy nagyon helyes történet, de azért ne legyünk már annyira naívak, hogy ez tökéletesen sikerül, mert a Szajnában nem úgy kerül bele a fertőzés meg a szennyezés, hogy azt külön beledobálják, hanem úgy, hogy az eső hordja bele a Szajnába, a Szajna vízgyűjtő területének a nagy részén elhelyezett vagy létező dolgokat. Most mondjak például ilyeneket, hogy az állattartó telepekből igenis belemossa az ürüléket a vízbe. Tehát gyakorlatilag nem a vizet kell csak tisztogatni, hanem akkor el kell onnan telepíteni az állattartó telepeket. Szóval sok-sok ága-boga van ennek az egész történetnek, de lényeg az, hogy miközben az helyes, hogy a Szajnát igyekeznek tisztán tartani, az viszont már nem helyes, hogy beledobálják, hogy belelögdösik oda a sportolókat, akik aztán utána az összes létező szenny vagy betegséget összeszedik, tehát ez egy úgy, hogy nincs B-verzió, ugye direkt úgy, ez egy odüsszeuszi logika volt, hogy az árbochoz kötözték magukat, hogy semmiképpen el ne tántorodjanak. Hát már pedig nem is tántorodtak el, de nem is volt B-verzió, amikor látták, hogy nem sikerült a tisztítás. Most akármit csináltak, hát az összes sportolónak lett tőle valami baja, és azért ez nem tudom, hogy még milyen perekre fog vezetni. De ezzel együtt, tehát ha azt mondjuk, hogy irreális célokat tűztek ki, akkor tényleg ki lehet mondani, hogy nem sikerült, meg hogy rosszul szervezték meg. Na de reális célok mentén azért minden olimpiából lehet egy jó olimpiát csinálni, legalábbis ezt gondolom, csak az állami büszkeség ez mindenütt, mindent felülmúl. Sajnos ezt személyesen is megtapasztaltam, hogy még jóval a pekingi olimpia előtt jártam Pekingbe, és a hivatalos szervekkel beszélgettem, és minden kérdésre az volt a válasz, hogy erre most nem tudjuk a választ, mert mi most az olimpiára készülünk. Tehát mindent az olimpiának rendeltek alá, és ez óhatatlan, aztán olyan torzulásokba ment, ami ott is volt. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy az olimpiákról le kéne rántani ezt az elvárást, hogy itt aztán hiper-szuper. Egyébként az olimpiai falvak soha nem sikerültek senkinek, pedig általában egy okos lakáspolitikának az alapjait lehet megteremteni egy ilyen olimpiai falu megépítésével, ami később lakásokká változnak, vagy kollégiumokká, szóval bármi az égvilágon, de emlékszünk, mindig problém volt az olimpiai falvakkal, hogy nem folyik a víz, nincs légkondi, rövid az ágy, megrodjan az épület, szóval a kapkodás, az ideiglenség, ez egy borzalmas dolog. Viszont ott egy kicsit vitatkoznék, hogy a megnyitó az mennyire volt keresztényellenes, meg nem. Én egy kicsit azt gondolom, hogy itt van egyféle túlérzékenység is, ami azt jelenti, hogy sokszor olyanokat is belelátnak, mert beleláthatóan nagyon akarunk különböző ügyekbe, ami nem is volt esetleg a szervezőknek a feladata. Tehát nem tudom képzelni azt, hogy egy keresztény jelenesnek gondol valamit, amire az maga az alkotó főse tételezte, hogy esetleg az lehet. Tehát itt a szándékosságot azt azért erőteljesen kétlem, de azt már nagyon nem szeretném, hogyha az olimpiákba belevinnénk a vallást, mert akkor tulajdonképpen azt is lehet mondani, hogy a nyugati kultúra szerint megalkotott olimpiákon akkor végig gyalázva vannak az egyéb vallások, a buddhizmus, meg az iszlám, meg a nem tudom mi minden. Tehát ide is el lehet jutni, de szerintem a vallásokat húzzuk ki ebből az egyenletből, mert nem. Viszont, amit mondtál, ez egy érdekes dolog, ezen én nem is nagyon gondolkodtam el, hogy a Momentum az annak idején esetleg francia ihletésből, most az ihletet azt kibővítve értem még akár, mondjam, reklámsegítséget is ideértve meg, mert hát ugye nekik tényleg kétségtelen egy nagyon komoly affinitásuk volt a franciákhoz, most így ahogy visszagondolok, a Momentum európai képviselői, azok állandóan ilyen
ilyen francia bűvöletben éltek. Na mindegy, ez lehet összeesküvés, mert lehet, hogy más, mert én azt gondolom, hogy a budapesti olimpiát azt akkor vesztették el, és ez nem a franciák, amikor kiderült, hogy ugye Párizs és Los Angeles versenyez, és mind a kettőt meg akarták tartani, már úgy értem, hogy egyik városra akarták megszégyeníteni és elveszíteni, és ezért született meg ez a döntés, hogy először Párizsban, aztán Los Angelesben legyen az olimpia. Ebben nem fért bele Budapest, de senki más sem. És én azt gondolom, hogy amikor erről a döntés érlelődött, ugye a magyar kormánynak apóra jött ez a Momentum által szervezett népszavazás, mert ez egy az, hogy hagyták ezt kibontakozni, ez gyakorlatilag arról szólt, hogy Budapest városa mondjon egy negatív véleményt, mert akkor biztos nem lesz itt olimpia, tehát nem lehet olimpia, ugyanis az olimpiákat nem országok, hanem városok kapják a rendezés jogát. Ennél fogva a magyar kormány, mikor látta, hogy ebből nem lesz semmi, tehát a döntnökök meg sem fogják fontolni igazából Budapest ajánlatát, akkor kerestek valami olyan excuse, olyan kifogást, amiben mögé be tudtak menekülni, és ez volt, kapóra jött nekik a Momentumnak a népszavazási kísérlete, ami egyébként lehet, hogy francia ihletésű volt, én ezt nem tartom kizártnak, viszont maga a döntő mozzanat, hogy ebből népszavazás is lett, és ráadásul ugye olyan, amilyen, mert világosan kiderült, hogy itt nagyon nem akarnak olimpiát, már úgy értem, hogy helyi népszavazás. Ennél fogva én azt gondolom, hogy a kormány így elébe szaladt a várható döntésnek azzal, hogy hagyta kibontakozni ezt a anti-olimpia mozgalmat, majd utána rákenni az egészet a bűnös Budapestre, a még bűnösebb Momentumra. Tehát ez egy politikai manőver áldozata lett ez az egész budapesti olimpiai ötlet, de amúgy is, hogy mondjam, mert halva született ötlet volt, tehát amikor látni lehetett, hogy Párizs és Los Angeles egyaránt kapar ért, de hát akkor Budapestnek illendő volt kiszállni, nem lehet bírni semmivel se, főleg úgy, hogy Budapest teljesen felkészületlen az olimpiákra, miközben Párizs már többször rendezett olimpiát, Los Angeles pedig, hát ott áll mögötte azért egy pokoli nagy amerikai gazdasági erő, tehát szóval az, hogy Budapesten a mai napig nincs például semmilyen használható kötött pályás járat a repülőtérre, miközben a magyar lakosság létszámát meghaladó mennyiségű turista jön ott, nincsenek, gyakorlatilag Budapesten pokoli nagy lakáshiány van, ami hát kihat az elszállásolás lehetőségeire, tehát plusz az egész közlekedésnek, amiként nem a budapesti közlekedésre gondolok, hanem hát a MÁV állapot az kőkorszaki. Tehát gyakorlatilag, mert még a BKV még úgy, ahogy világviszonylag is jó, merem mondani. De hát a MÁV-nak a helyzete az legalább olyan tragikus, mint a Bundesbahné, ahol pedig azt nem igazából izékűsér erőfeszítések is vannak a javításra, de hát Magyarországon egyszerűen, hogyha most elkezdenénk sorolni azt, hogy egy olimpia megrendezéséhez mi minden kell, az kívánom a 99%-ával Magyarországon egy negatív bejegyzést kéne tenni. Ez nincs, az nincs, az nincs. Tehát Budapest ilyen értelemben tökéletesen alkalmatlan olimpia rendezésre. Ahhoz viszont, hogy alkalmassá tegyük, a világpénzzel kéne. Tehát viszont drága, ebben meg igaza volt a Momentumnak. És akkor térjünk rá az utolsó két témánkra. Az első az, hogy továbbra is fenyegetettségben élnek a zsidók Németországban. A Hamász október 7-i Izrael elleni terrortámadásával Németországban is jelentősen megnőtt az antiszemita bűncselekmények száma. Mint kiderült, az atrocitások száma továbbra is magas. Németországban az idei év második negyedévében a Szövetségi Bűnügyi Hivatal 715 antiszemita bűncselekményt regisztrált, köztük 19 erőszakos cselekményt, amelyek 7 sérüléssel jártak. Ez a szám több mint egyharmaddal magasabb, mint egy évvel korábban, írta meg a Welt. Az az érdekes, hogy ugye én itt vagyok most Németországban, és anyósom mesélte, hogy amikor október 7-e után október 8-án Nürnbergben jártak, akkor
éjjeneztek az emberek, ment, hogy a bevándorlók, ételt osztottak, mindenki. Hát egy parádé volt, éltették Palesztinát, éltették azt, hogy a zsidókat lemészárolták, és hát ugye a statisztikák is ezt mutatják, mint már említettem, továbbá egy év alatt 83%-kal nőtt a zsidó ellenes atrocitások száma Németországban. Ez mit mutat meg Németország és Európa állapotáról? Kudarcba fulladt az integráció? Hát most sommásan azt kell mondjam, hogy nem áll jól a meccs. Tehát nyilván a végső kudarc az sosincs, mert mindig van holnap, meg holnap után, tehát mindig lehet korrigálni, javítani. Tehát ez nehéz így mondani, de jelen pillanatban hát eléggé kudarcos a történet, ez kétségtelen. Ennek nagyon sok oka van, és én nagyon köszönöm, hogy itt a kérdés megfogalmazásakor az is szóra tetted a hangsúlyt, mert hát ugyanez a jelenség nem csak Németországban, ez Amerika, Egyesült Királyság, ahogy mondtad is, sokfelé van. Tehát magyarul nagyon-nagyon-nagyon negatív volt a megítélése világszerte ennek az egész én kirobbant, vagy megindult folyamatnak. És hát most emberi, normál emberi észre szólva, hát azért az egy borzalmas dolog, hogy valaki elkezden éltetni egy olyan akciót, amiről hát képhang felvételek születtek, tehát lehetett látni az egész világon, hogy mi történik. Tehát az, hogy ártatlan emberek százait, ezreit fölkoncolni, meg neki támadni egy fesztiválozó közönségnek, ilyen legutolsó gondolata lehetett az, hogy most itt háborúzni kéne. De tehát ilyen értelme tök ártatlan emberek tömegét legyilkolni, azért ez nem lehet semmilyen szinten éltetésnek a akármilyen szentfér érdekében, ez nem lehet. Ez emberi észre ezt nem lehet ennek nyilvánítani. Na most hát sajnos ugye sok helyütt a vérmesebb palesztinok, vagy palesztin barát emberek, vagy szervezetek, ezek féktelen ünneplésbe kezdtek ugye az október 7-e után, és nyilván ez csak hergelte az izraeli válaszcsapásnak az erejét, ami hát ugyancsak brutális összikeredett. Gyakorlatilag ez a Gázaváros valószínűleg ott már nem lehet más csinálni, mint a Mad Max-nek valami újabb folytatását leforgatni, mert egyszerűen szerintem ott épp épület nem maradt. Én nekem ez a gyanú, vagy hát amennyire lehet olvasni a híradásokat, elképzelhetetlen, hogy lenne ott olyan épület, ami ne lenne félig lerombolva, félig vagy teljesen lerombolva. Tehát az egyszerűen emberi lakásra majdnem alkalmatlanná vált, úgyhogy közben meg 2-3 millió ember van ott kitéve, akik be vannak szorulva oda. Most a városokból kikergették őket, most a pusztában, meg a jó Isten megmondhatja, hogy hol laknak, mert ugye a gázai övezetben nem engedték őket ki, az izraeli hatóságok igaz, be se akarta fogadni őket senki. Tehát egy irgalmatlan csapdába keveredtek, és mindentől kezdve én nem tudom megmondani, hogy mikor és miképpen lehet erre megoldást találni. Viszont az tény, hogy az izraeli válaszcsapás az csak fokozta az ezzel kapcsolatos viták hevességét, és ugye ez már innentől kezdve megint egy véleményességi kérdés, hogy mi minősül antiszemita támadásnak, mert ugye akárhonnan nézem, bár nem minden izraelen kívüli zsidó ember vagy zsidó szervezet örült a izrael ellencsapásnak, nyilván inkább megértő, mint sem, de gyakorlatilag mindenki, aki, tehát hogyha egyfelől a terrorakciót ünneplők, illetve az izraeli válaszcsapás iránt megértést tanúsító embereket nézzük, ezek csak összecsapni tudnak aztán a későbbiekben, hogyha Izraelen kívül találkoznak, akár Németországban, bárhol. Tehát tulajdonképpen nem feltétlenül így a bűncselekmények számának a növekedéséről kell beszélni, hanem az egész ügy, az egész feszültség fokozódásáról, ami óhatatlan következménye
aminek óhatatlan következménye az, hogy szaporodnak az ezzel kapcsolatos atrocitások. De még egyszer mondom, hogy nagyon nehéz vonalat húzni, hogy mi az, ami antiszemite, mi az, ami nem. Mert az, hogyha valaki bírálja, akár hevesen bírálja az izraeli kormány különböző döntéseit, mert azért vannak ott bírálható döntések, no, ezt ne tagadjuk, az nem feltétlenül rögtön antiszemita, még akkor sem, hogyha nyilvánvalóan az izraeli kormány bírálata az zsidó embereken csattan, akár Izraelben, akár Izraelen kívül. Tehát ez, bocsánat, de nem akarok hasonlatot hozni, de biztos, hogy a hallgatók is értik, hogy miről beszélek, amikor azt mondom, hogy 20 évvel ezelőtt még az Európai Unióban sik volt magyarnak lenni, ma már szégyen. Úgyhogy mondjuk te közben semmit nem csináltam, csak éppen a kormányod változott, és igazából az, hogy ma már felszisztenek, amikor úgy mutatkozom, hogy jó napot kívánok, így és így hívnak, és magyar vagyok, akkor így, oh, yeah. Szóval megütközés mindenkinek, hogy kitágul a szeme. Azért, már aki nem ismer addig, tehát nem a barátaimról van szó, mert tudják, hogy mi a helyzet, de általában ezt mindenki el tudja mondani, hogy külföldön ez tud negatív lenni, hogy az ember azt mondja magáról, hogy magyar. Tehát most úgy, hogy te vagy az adott ember nem is csinált semmit, mégis ezek a negatív megítélések, ezek mindenkire ráhárulnak. És ugyanez van, hogyha most mondok egy buta példát, hogyha mondjuk egy zsidó ember, mit tudom én, okoz egy közlekedési balesetet, és fölpofozzák, akkor az most antiszemita támadás, szóval nem feltétlenül, meg az se, amit mondtam maga a kormány, tehát az izraeli kormánynak a bírálata sem antiszemitizmus. Tehát itt van statisztikai probléma, de legfőképpen van valós probléma, ez a baj, hogy van valós probléma is, nevezetesen, amiről mi most beszéltünk, hogy annyira felfokozott érzelmek kötődnek mindkét oldalhoz, hogy csak na. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeknek az antiszemita támadásoknak az élét valószínűleg azt fogja csak elvenni, hogyha valami rendeződés látszik, bár azért, ahogy elnézem, itt az elmúlt 5000 évben elég csekély esélye volt a közel-keleti problémák rendezésének, de hát ez most egy szarkazmus volt. Hát amilyen konfliktusnak még nincs, még mindig rendezése, az a katalán ügy. 7 év után visszatért Spanyolországba Charles Puigdemont, nem tudom, hogy kell kérteni, sajnos nem tudok spanyolul se katalánul, a 2017-es katalán függetlenségi népszavazás alatti katalán elnök, hogy megakadályozza a függetlenséget ellenző politikai erők parlamenti frakciójának megalakulását, azonban a függetlenség párti Junts pártelnöke ellen továbbra is letartóztatási parancs van érvényben Spanyolországban, így kétséges, hogy egyáltalán be tud elépni a parlament épületébe. Tehát visszatért Spanyolországba, annak ellenére, hogy azzal fenyegetik, hogy letartóztatják. Te mire számítasz? A katalánok ügye az ismét az asztalra fog kerülni, vagy lesöprik és végre leszámolnak a katalánokkal? Kérlek szépen, ez azért egy rettenetes szövevényes dolog, mert ez nem egy mai keleti dolog, ez évszázadokra megy vissza. Ami azt jelenti, hogy a katalánok, akik egyébként nyelvileg is eltérőek, mint a spanyolok, tehát a katalán nyelvi, nem tudom, hogy hova kell pontosan sorolni, de az biztos, hogy nem azonos a spanyollal, még a gyökeit illetően se. Ráadásul aztán még az is problémát okoz, hogy katalánok élnek a határt, már úgy értem, hogy az ottani határ túloldán, tehát Franciaországban is. Ugyanakkor magukat nemzetnek nyilvánították nyelvi alapon, hogy aki katalánul beszél, az a katalán nemzet része, miközben a törvény azt mondja, hogy az a katalán állampolgár, vagy katalán állam nem, de az a katalán egyed, aki egyébként a katalánok által lakott területeken állandó lakhelyen rendelkezik, tehát egy ilyen őrületesen szövevényes ez a történet, de tényszerű, hogy ma már a katalán függetlenséget azt kevesebben támogatják, mint az integrációnak a hívei. Tehát egy ilyen 50%-nál szorult az ottani, tehát a szóba jöhető lakosság több mint fele az nem elszakadás párti.
És ez az elmúlt években alakult így, mert általad is hivatkozott, azt hiszem 2017-es népszavazás idején, akkor még éppen erős többségben voltak, ráadásul ugye ez egy felfokozott kampány is övezte a történetet, de aztán azóta nagyon sokat változott a világ. Egyrészt nem csak Spanyolországban, hanem katalán területeken is a szocialisták erősebbekké váltak mindenki másnál, tehát ott a spanyol szocialisták azok valóban baloldaliak, tehát úgy kell mondani, hogy a magyar szocialisták nem, ezért akarom a különbségtételt, tehát hogy az ottani baloldal az ma már együttműködéspárti baloldal, az ma már erősebb, mint az elszakadni vágyok, tehát a volt elnöknek a visszatérése, vagy hazatérése, dacolva az ellene szóló érvényes letartóztatási parancsal, hát mit ne mondjak, valószínűleg erre adott válasz, hogy rosszul állt az ügy, és ezért föl kellett újra fűteni a hangulatot. Én azt gondolom egyébként, most csak politikai észre gondolkodva, hogy nem fogják elkapni a figurát, még akkor sem, hogyha esetleg tudni fogják a honlétét. Direkt nem fogják elkapni, hanem itt csak így forognak, mint nyuszi a grillrácson, hogy a témáról lehessen beszélni, de nyilván nem fogja a spanyol rendőrség annyira elveszíteni a fejét, hogy egy ilyen letartóztatást rendezzen, és akkor abból aztán hatalmas tüntetések, meg nem tudom, mik legyenek. Inkább eljátszák a hülyét, hogy hát nem találjuk, meg minden fele, majd valahogy találnak módot, hogy még egyszer elhagyja Spanyolországot, de ugye ez is jellemző volt, hogy azért ment haza, hogy a katalán törvényhozásban, Barcelonában ott tartson a parlamentben szédet. Mindenféle legitim oka lehetett erre, ráadásul még európai parlamenti képviselőt is meg lehet választva, tehát sokféle státusza lehet az illetőnek. Na de ugye, hát be se lépett a parlament. A parlament előtti téren tartott egy beszédet, végül is nem ment be a parlamentbe, és onnantól kezdve nyomon veszett, mondják a hatóságok. Hát ez nyilvánvalóan nem igaz, tehát ilyen nincs, hogy egy ekkora, ennyire ismert arcot ne találjanak meg a spanyolok. Hát bocsánat, egy másodosztály terroristát előszoktak húzni a sűrűből, nem hogy egy volt elnököt, szóval na. De tehát itt látszik a nem akarás, már úgy értve, hogy politikai nem akarás, hogy nem szándékoznak igazából letartóztatni. Viszont itt megint ugye nem arról van szó, hogy kinek van igaza, meg kinek nincs igaza, hanem arról van szó, hogy ki tudja maga igazát érvényesíteni. Én sajnálom, hogyha most engem megutál egy halom katalán ember, de azt kell mondjam, hogy veszettügyük van. Nincsenek nyerő helyzetben, mert az európai klíma az nem segíti az ilyen szeparatista, elszakadásos történeteket, már csak azért sem, mert nem csak a katalánok vannak, ott vannak a baszkok, a bretonok, a skótok, az írek, a Romániában rekedt magyarok, Chile, akkor Alto Adige, vagy Südtirol elnevezési olasz-osztrák konfliktus is egy, hogy mondjam, jelenleg nem működő vulkán. Tehát tele van a cigányság ügyéről nem is beszélve, tehát tele van Európa egy halom olyan kisebbségi komplexussal, vagy komplexummal, ami óhatatlanul csebben a tenger, vagy tengerben a csepp, hogy bármelyik dinamitán változhat, ezért azért amazért, és ezeket jobb inkább békésen, hogy mondjam, elaltatni, mint sem fölpaprikázni. Tehát tulajdonképpen egyik kormány se állt soha, már az Európai Unió kormányai közül, a tagországi kormányai közül, soha senki nem szimpatizálta katalánok törekvéseivel, mert tudják nagyon jól, abban a pillanatban, hogy bárki szimpátiát mutat az ügy iránt, a saját kisebbsége azonnal föl fog érénkülni, és a saját országán belül lesz probléma neki, hogy hát tessék, ha katalánokat helyeselted, akkor engem miért nem? Tehát magyarul az egész Európai Unió, mint olyan, mint szerkezet, az ilyen törekvések elnyomására épül, olyannyira, hogy annak idején, amikor a britek, mármint az Egyesült Királyság kivált a
az Európai Unióból, akkor a skótok megpendítették, hogy jó, de ők maradnának, és erre az volt a válasz, hogy nem, ahhoz újra kell felvételizni. És ez is ott aztán komoly hatással volt. Tehát ilyen nincs, hogy Katalónia önálló államként majd egyszer az Európai Unió önálló tagországává váljon, mint ahogy ez semmilyen más esetben nem volt. De egyébként az európai integráció az pontosan arról szól, hogy az lehetőleg egységet kell előállítani. Ez egyébként az Európai Unió alapértékeinek egyes számú alapértéke, a minél szorosabb egység. Ez az összeszerződés első mondata, a minél szorosabb egység, ez a célja az Európai Uniónak. Most, hogyha van egy szervezet, Európai Unió, ahol a minden, minél szorosabb egység az egyes számú követelmény, az mi a fenért engedne meg bármilyen nem egységi jellegű dolgot. Az uniónak ez a baja, a magyar kormánya legfőképpen ugyanez, hogy az unió lényegét kérdőjelezi meg azzal, hogy különc játékokat játszik. Tehát ezt nem fogja engedni senki, sem a tagországok, sem az uniós intézmények, se senki. Úgyhogy végül is az az okos dolog, amire van esély, meg törekvés, meg bizonyos mértékig rendezés is Spanyolországban, hogy találjuk meg a béke útját. Úgyhogy, mert a katalán autonómia ez egy létező dolog, szóval ők nem nulláról indulnak, hanem ott komoly autonómiát élvez Katalónia Spanyolországon belül, csak ugye még tovább akarnak lépni az önállóság útján, ez okozza a problémákat. Tehát magyarul, csak úgy összegezve, lehetnek itt villongások, de ez az ügy, ez nincs sikerre ítélve. Reméljük azért, hogy békés maradt is a helyzet. Ez volt az Európai Visszhang. Szonyi Tiborral köszönöm, hogy fogadtad a hívásunkat. Én is köszönöm, és csodálatos augusztust kívánok mindenkinek.